A felsőházi rájátszás hatodik fordulójában a szombathelyi Haladás volt a gödöllői Bikák ellenfele. A hat meccs óta nyeretlen hazaiak számára a dobogós célok életben tartása volt a cél. Ennek megfelelően lendületesen támadó szellemben kezdték a mérkőzést. A 14. percben a játékos edző Baranyai Pál góljával vezetést szereztek a gödöllőiek, amit a szünetig meg is őriztek. A fordulás után Vidák Balázs egy szépségdíjas góllal növelte a gödöllői előnyt 2-re. Pár perccel később Ács Gábor, a Bikák kapusa utolsó emberként szabálytalankodott, amiért kiállították. A 2 perces emberhátrányt remekül abszolválták a hazaiak, hiszen Baranyai Pál ismét betalált. Ám a vendégek is értékesítették a sokadik helyzetüket, így 3-1-es állásnál egészülhetett ki a gödöllő. A hátralévő időben végig vészkapussal játszó Haladás 2 gólt is szerzett a hajrában, és ezzel pontot rabolt a gödöllői együttestől. Horváth Leventével, a vendégek vezetőedzőjével állunk itt a mérkőzés után. 3-3, de talán felérezett győzelemmel. Így van, érdekes mérkőzés volt, 3-0-ról álltunk föl. Az első fél időben a felállt védekezés ellen egyik csapat se tudott a másikkal mit kezdeni, sőt ott körülbelül nekünk volt 4 kontrasanszunk, amit nem tudtunk kihasználni. A gödöllőnek 1 volt, az betalált. Második fél időben egy kicsit feljebb kell tolni a védekezésünket. Ezt könyörtelenül kihasználta a gödöllő. Vidák egyéni alakítása gyönyörű gólt rúgott, talán még a kispadunkon is kicselezett pár ember. Utána 2-0-ra jöttek föl. Utána egy kontrából nekünk volt egy zicserünk, amiből kapus sokat kiállították, 5-3-mal próbálkoztam, amiből labdavesztés után még az ellenfél tudott gólt szerezni, ez kellemetlen volt, de még ezt tudtuk korrigálni, még 3 mezőnyjátékossal volt az ellenfél, visszajöttünk a mérkőzésbe 3-1, maradtam a vészkapusos szisztémánál, 5-4, hála Isten ült, jól játszották a fiúk, visszajöttünk a meccsbe 3-3-nál, akkor már 5 faltunk volt, el is érte az ellenfél, kiharcolta a faltot az Uki, hála Isten a kapusunk fogta a 10 méterest, így van, ahogy mondott, tehát azért 3-0-0 döntetlen tudtunk elérni Gödöllőn egy jó csapat ellen, meg vagyok elégedve. De úgy tűnt itt a végén, hogy győzni szeretnének, hiszen a vészkapus taktika maradt 3-3-nál is. Így van, itt már vesztenivalónk nincsen, felszabadult a játszhatunk, nekünk a 6. hely az volt a célba, kerüljünk az első 6 közé, előbbre se tudunk kerülni, hátrébb se tudunk kerülni, 3-3-ra visszajöttünk, múlt héten 2-2-t játszottunk, tehát próbáltuk megnyerni a mérkőzést. Sajnos volt ott hiba a forros játékban az utolsó 1 percben, ami az ellenfél élhetett volna vele, hála Isten, ő nem tudta kihasználni, így maradt 3-3-os döntő. Ugi Márk, a gödöllői Bikák csapatkapitány áll itt kameránk előtt. Én úgy gondolom, hogy az egyik legjobbja voltál a gödöllői csapatnak. Mi okozta azt, hogy 3 gólos előnyből végül is az ellenfél felállt? Hát nagyon sajnálom, hogy így alakult a vége, mert én is úgy éreztem, hogy ezt a mérkőzést, ezt meg kell nyernünk. Magabiztosak voltunk odáig 3-0 után. Én úgy gondolom, hogy utána volt 1-2 egyéni hiba, amiből gólokat kaptunk, és a végén, akik látták a mérkőzést, a végén azokat a zicsereket, lehetőségeket, amik voltak nekünk, abból illett volna berúgnunk még legalább egyet, és akkor biztos, hogy mi nyerünk. Én azt mondtam a közvetítés során, hogy ez az ember hátrányos 2 perc az fordulópont lehet, hiszen hogyha lehozzuk úgy, hogy 1 gólt kapunk maximum, akkor még bármi is lehet. Ennek ellenére gólt rúgtunk, és ember hátrányból szereztünk vezetést, mégis ezután megtorpant a csapat. Hát lehet, hogy talán elhittük, hogy 3-0-ra vezetünk, és ez a mérkőzés már megvan, és mint az előbb is említettem, az egyéni hibákat, talán ebből alakulhatott ki az a kicsit lazasság, hogy majd én megcsinálom a cselt utolsóként, amit nem szabadott volna, mert mint tudni a futsalban 1-2 gólos előny, sőt még 3 se akkora előny, amit ne lehetne behozni. És itt a végén a te lábadban is benne lett volna a győztes gól, egy kapufa. Lett. Hány centi hiányzott ott? Hát szerintem egy 10 centi, sajnos nem tudtam már úgy elérni a labdát, hogy pontosabban célozzak, így ezt a megoldást választottam, mert sajnálom, hogy nem ment be, jó érzés lett volna győztes gólt szerezni. Minden esetre egy döntetlennel megszakítottátok a vereségszériát, hogyan tovább, mi lesz a következő mérkőzésen? Hát megyünk Szegedre, győzni szeretnénk, minden mérkőzésen győzni szeretnénk. Remélem, hogy ez az X tényleg, hogy megszakítottuk a szériánkat, hogy a sok vereség után, remélem, hogy ez felhozza a csapatot, és Szegedről elhozzuk a 3 pontot. Legutóbb úgy váltunk el, hogy remélem egy győztes meccs után találkozunk újra, mégis úgy gondolom, hogy ez a döntetlen egy picit felér egy vereséggel.
Hát nem kicsit ér fel veresége, úgy gondolom, hogy 3-0-ról nekünk nem szabad kikapni a hazai pályán, és úgy érzem, hogy 3-1-nél is volt 3-4 nagyon olyan dicszerünk, amit nem tudtunk jó befejezni. Hát sajnálom, a végén nem koncentráltunk eléggé, és ez megbosszulta magát. 2-0-nál pedig azt gondoltuk, hogy ember hátrányból, amikor gólt szereztél éppen, hogy ott már nem lehet gond, hiszen hogyha egy csapat ember hátrányból gólt tud szerezni, onnantól nem állítja meg senki, ez mégis megtorpant egy kicsit a társaság. Én is úgy érzem, hogy egy kicsit kiengedtünk, ami nagyon nagy baj volt, főleg egy-két játékosom kiengedett, ami hetek óta ez van, hogy egy-két ember úgy gondolja, hogy ő csak eljön ide, főhozzam ezt a pályára, és nem tesz meg mindent azért, hogy a másik 8-10 ember nyerni tudjon. Én úgy gondolom, hogy ezen változtatnunk kell azoknak, akiknek nincs kedvük itt futballozni, azok ne jöjjenek el többet. Én úgy érzem, hogy akik nem akarnak a Gödöllőért futballozni, annak nem kell itt játszania. Hogyan sikerült egyébként a felkészülés erre a mérkőzésre az előző találkozó után? Hát, őszintén igazából nagyon nem tudtunk rá készülni, mert ugye nagy pályán futballozik mindenki, és ugye szerdánként kupameccsek voltak most, úgyhogy igazából nem tudtunk fölkészülni, tudtuk, hogy milyen a Szombathely, kontrázgatni fognak erősek, nagypályások, jó futballistákból állnak, ugye itt nem az volt a baj, hanem azt, hogy nem rúgtuk be az ígyszereinket. Ha verjük az ígyszereinket, akkor most erről nem beszélnénk sajnos. Az előző mérkőzéshez képest mindenképpen azt vettem én észre, hogy sokkal offenzívabb, támadóbb szellemű játékot játszunk, és lendületesebbek vagyunk. Sajnos nem sikerült kihasználni. Mi a következő állomás, hogyan tovább? Hát mindenféleképpen ugye jövő héten megyünk Szegedre. Én úgy gondolom, hogy a Szegedet mindenféleképpen ott meg kell vernünk, ahhoz, hogy még harcban legyünk a harmadik helyért. És utána itt a Berettyóújfalut is mindenféleképpen el kell kapnunk ahhoz, hogy tényleg még mindig legyen esélyünk a harmadik helyre. Én úgy gondolom, hogy a csapat tud jól játszani, megmutattuk már sokszor, hogy tudunk jól játszani, főleg a most a rájátszásban nem megy olyan jól a csapatnak, de a bajnokságban, amikor elkezdtük, akkor nagyon-nagyon jól játszottunk, és jól is ment a játék. Sajnos most van egy ilyen hullámvölgy, ami minden csapatnak eljön egyszer, hát nekünk pont a legrosszabbkor jött el. A Gödöllői Bikák legközelebb idegenpályán játszanak az Újszegedi Tornaklub csapatával. Majd május 13-án ismét a Gödöllői Szent István Egyetem sportcsarnokába várják a szurkolókat. Ellenfelük a jelenleg második helyen álló Berettyóújfalu futsal csapata lesz. Thank you.